Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy rövid gondolattal, egy idézettel kezdenék, hálával és természetesen büszkeséggel tölt el, hogy olyan nagy nevek mellett lehetek én is a magyar kultúra lovagja, mint Bőde Csaba, Sas Szilvia, Jókai Anna, Tolcsvai Béla, Kányádi Sándor, Sütő András, dr. Paplajos és sok-sok más elismert személyiség. Ezt olvastam én az elmúlt héten, örömmel olvastam, hiszen aki ezt mondta, írta, aki után leírták, nem más, mint Zemlényi Katica, aki a kuratórium döntése alapján az idei esztendőben a magyar kultúra lovagja elismerést vehette át. Gratulálok mindannyiunk nevében, és örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen. No, erről a pályázatról azt kell tudni, hogy pályázni kell rá természetesen, de a kultúra lovagrendje 13 országból 275 taggal rendelkezik, ők javasolnak, aztán a kuratórium pedig dönt, és ez egy olyan kuratórium megint csak, hogy nem a szél futta össze, mondom én, hiszen 8 ország 34 neves kulturális személyisége kapta meg azt a feladatot, hogy döntsön. És hát ebben az esztendőben is olyan kiváló személyek kapták meg ezt az elismerést, mert ez egy fantasztikus elismerés, akik őrzik az egyetemes és magyar kultúrát, és ahogy ők fogalmaznak, ápolják évtizedeken keresztül, és emellett pedig alázatos és következetes munkával nagyon sokat tesznek közösségükért, és ami talán a legfontosabb, a hazájukért is. Tehát még egyszer gratulálok. Mielőtt végigmegyünk, hogy tulajdonképpen ívet adjunk a történetnek, hogy miként vetted ezt az elismerést. Egy kicsit menjünk vissza az időben. Nem is kell olyan nagyon messze mennünk, hiszen tavaly ugyanebben az időszakban beszélgettünk mégpedig arról, hogy 2019-ben a tiéd lett a Kótadíj egyik oldalról, a másik oldalról pedig a Prokultúra Székesfehérvár legrangosabb kulturális elismerése. Ez már érett nagyon, mondom én. Köszönöm szépen. Igen, valóban... Én azt gondolom, hogy talán szerencsés vagyok, mert nem csak figyelemmel kísérik sokan a pályámat, azt, amit teszek, különösen a zenei tevékenységemet, hanem el is ismerik. És én ezért mindig csak hálás lehetek, hogy elismerik, hiszen sokan vannak, akik sokat tesznek, és mondjuk nem kapnak ilyen elismeréseket. De kiérdemelni egy ilyen díjat, vagy akár a tavalyit, vagy akár a kórus is a Prokultúra díjat, én úgy gondolom, hogy Székesfehérvár figyel ránk. Igen, nagyon sokan veled azonosítják a Vox Mirab. Részt az Így van rendjén művészeti vezetőként, karnagyként, mindenestől a tiéd a dicsőség egy jó nagy része, még pedig azért, mert hogy ne feledjük, ez a kórus már volt. Soha nem fogjuk elfelejteni Erika nővért, aki ezt létrehívta. Ugyanakkor több mint egy emberöltönyi távolságból kell szemlélnünk azt az időszakot, amikor bekapcsolódtál, hiszen 35 éve vetted át, most már 36 éve vetted át az ő szerepét. Kicsit beszéljünk erről, már nagyon sok szó esett, de azért beszéljünk erről, hiszen egy ilyen kórust fel kell építeni, és azt nem felejtheti senki, hogy milyen fantasztikus feladat a fiatalokat, vagy kevésbé fiatalokat rávenni arra, hogy a kórus muzsikát kedveljék meg, és olyan szinten alkalmazzák, énekeljék, ahogy ez nálad már természetes. 35 évvel ezelőtt valóban létezett már ez a kórus. Igaz, hogy csak a Krisztus Király templomban énekeltek a szertartások alkalmával, vagy egy-egy alkalommal évente kitekintettek a testvéregyházakhoz, vagy elmentek egy másik városba énekelni szentmisén. Kizárólag egyházi kórusról volt szó. Én ezt a kórust átvettem, egy nagyon jó állapotban levő kórus volt, akik megszokták, hogy időnként próbálnak, készülnek húsvétra, készülnek a Krisztus Király ünnepre, készülnek karácsonyra, és nagyon jól érezték magukat. Aztán telt múlt az idő, én mindig egy picit nehezebb kórusműveket hoztam, mindig egy picit erősítettem azt, hogy többre is képesek. Aztán felnőtt egy új nemzedék, az idősebbek már abba hagyták ezt az éneklést, és akkor azt gondoltam, hogy milyen jó lenne valami olyan kórust létrehozni, amit én képzelek el, az enyém, az én gondolataim szerint, ahogy én láttam a nagyoktól, hogy ezt hogy kell csinálni, és így indult ez.
Igen, hát először az egyházi műveket tűztetek repertoárra, az így ment egy jó ideig, és akkor jött a váltás. Jött a tetrekész, rendkívül tehetséges és karizmatikus karnagy, aki művészeti vezető, aki nem más, mint te vagy. Hogy fogadták ezt a változást? Hiszen nyilvánvaló, hogy aki kórusműveket énekel, az nagyon szeret énekelni és tud is. Ugyanakkor korán sem mindegy, hogy az egyházi művek mellé hogy kerül a repertoárba a világi előadók műve. Engem egy olyan mondat késztetett, ami nem pozitív mondat volt. A negatív mondatok és a negatív kritikák, azok engem nagyon sarkalnak. Egyszer valaki azt mondta, hogy ó, hát ez csak egy egyházi kórus. És én akkor azt gondoltam, hogy nem szeretném ezt még egyszer hallani, hogy csak egy egyházi kórus, egy templomi kórus, bocsánat, pontosan így fogalmazott. És akkor azt gondoltam, hogy ez a templomi kórus már pedig nagyon magas minőségen fog énekelni egyházi kórusműveket minden századból, minden korszakból, és így indítottuk el valóban ezt. Nem mondom, hogy könnyű volt, azt sem mondom, hogy túl nehéz volt, hiszen felvázoltam előre, hogy nekem mik a terveim, mit szeretnék a következő 3 évben, tehát voltak ilyen 3 éves terveim, és hogy ki az, aki mellettem van, ki az, aki szeretne hozzám csatlakozni, ki az, aki azt mondja, hogy ő maradna a régebbi megszokott kóruskultúránál. Azok sem maradtak ki a kórusból, hiszen húsvétkor a pasió éneklésében ők is hosszú ideig részt vettek. Tehát az oratórikus művek megmaradtak, csak a repertoár szélesedett. Így van, így van. Hogy választottál repertoárt? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy meg kell szerettetni az ismeretlennel, akár milyen felkészült egy kórustag. Tehát aki eddig nem énekelt Kodályt, Bartókot, Bárdos Lajost, és itt nem sorolom, hanem sokkal inkább, ahogy fogalmaztál az imént, egyházenei műveket, annak ez nagyon-nagyon szokatlan volt. Nagyon szokatlan. Ez a komfortzóna tágításba tartozik szerintem, és én ezen mindig igyekszem dolgozni, minden magam is. Tehát én magam is tágítom a komfortzónámat, és a kórustagokét is igyekszem mindig tágítani, ameddig lehet, ugyanis a komfortzónán gumiból van, tehát hogy azt nyugodtan lehet azért. Először azt gondolom, hogy minden templomi kórusnak, jó értelembe vett templomi kórusnak van egy megszokott templomi repertoárja. Egy olyan repertoár, amit a szentmiséken énekelnek, vagy litániákon, vagy egyéb más ünnepi alkalmakkor. Most ezt egy picit azért ki kellett bővíteni a különböző századoknak, a barokk, a reneszánsz századoknak a kórusműveivel, amik kicsit már szokatlanabbak voltak, mint az állandó romantikában énekelni, és emellé még fölvettem a kortárs műveket is. Természetesen kezdetnek a könnyű kortárs műveket, és csak ezután fogtam bele Kodály műveibe. Kodály Zoltánnak például az adventi éneke az egyáltalán nem egy egyszerű, és egyáltalán nem egy könnyű mű, és tudni kell, hogy miről szól. Nagyon sok kórus énekli, mondván, hogy csak 3 szólamú. De annyira mély tartalma van, hogy muszáj, hogy megérjen rá a kórus, és nekem is ki kellett ezt például várnom. Tehát az egyházzenei művek általában méltóságot sugallnak, és de mikor jönnek az úgynevezett könnyedebb műfajok, azok pedig arra sarkalnak, hogy kellő magabiztossággal énekeljem, hiszen ott azért látszik, hogy az nem ugyanaz a műfaj. Ehhez pedig kell egy olyan karnagy, aki mindig tudja az arányt. Nehéz volt ezt megszokniuk, hogy nagyon-nagyon sokat követelsz? Szerintem nem volt nehéz megszokniuk, azért, mert én ugyan a kórusvezetésben nincs demokrácia, soha semmikor, de én azért mindig előre elmondom a következő évünket, vagy a következő terveimet, megosztom velük, és ezért már tudják, hogy akkor bizony megint csak sokat kell majd gyakorolni, és sokat kell tenni azért, hogy eljussunk ide, vagy oda, vagy eljussunk egy még magasabb szintre. Rendkívül tudatos voltál. Mennyit segített ez abban,
hogy a gyermekeid is csatlakozzanak, ugye a Kinga, Eszter és Mihály is mindannyian megtapasztalták, Eszter a csúcsokba emelkedett mindenképpen, de Kingát és Misit ugyanúgy szeretjük, hiszen ők is bekapcsolódtak ebbe én azt mondom, hogy olyan tevékenységbe, ami mindannyiuknak, nekik is örömükre szolgált. Igen, a gyerekeim egykorúak, tehát 4 év alatt született a 3 gyerek, és ez azt is jelentette, hogy ők együtt voltak gimnazisták is, és amikor ők gimnazisták voltak, akkor olyan nagyon természetes volt, hogy ők bekapcsolódnak ebbe a templomi kórusba, és jól érezték magukat itt, olyannyira, hogy hozták a barátaikat is, a fiatalokat, és ezáltal tudtunk megújulni, tehát én nagyon sokat köszönhetek a gyerekeimnek, hogy ők nem volt nehéz őket beintegrálni ebbe a kórusba, hiszen a Kodályba jártak, így aztán a kóruséneklés nekik teljesen természetes volt. Tehát ez a csapatépítés mindig elsődleges. A különböző korosztályok hogy birkóztak meg egymással, hiszen egy dolog közös bennük, ez nyilvánvaló egy ilyen közösségben, a kórus művek szeretete, ez az egyik dolog, az éneklés. Viszont más indítatásból, másonnét érkeztek, más alapokkal érkeztek, máshova tartottak. Így van. Viszont egy kórusvezetőnek kötelessége felismerni azt, hogy az éneklésen kívül melyik kórustag miben jó. És hogyha ezt fel tudja ismerni, hogy az egyik például nagyon jól tud fogalmazni, a másik remekül fényképez, a harmadik primán veszi fel a koncerteket, a negyedik a sportban, az ötödik ebben, abban a ruházkodásban, nagyon jó a szemléletük, nagyon segítőkészek, a 18. abban, hogy mennyire mindenkit felköszönt, mert sose felejti el a névnapján, és hogyha ezt felismerem, hogy ki miben jó, és ebben helyezem őt előtérbe, akkor ettől lesznek egy csapat, hogy mindenki tudja, hogy a másik miben jó. És nincs olyan kórustag, akik ne emelkedne ki valamiben. És nálunk ez a jó, hogy ezért van egymás iránt a tisztelet. Ettől leszünk egy csapat. Tehát ha valaki kitalálja azt, hogy most akkor karitatív munkát végezzünk, mert nem tudunk énekelni, akkor nagyon sokan benne van. Nem mindenki. Aki megteheti, az benne van ebbe. Vagy valaki, például vannak túrafelelősök, és akkor kitalálják, hogy most kirándulni menjünk, aki akar csatlakozik. Én ebben nem szólok bele. Ezek a csoportok külön működnek. Viszont rájuk látok, látom azt, hogy mit csinálnak, és csak örömmel konstatálom azt, hogy már megint valami jó született. Igen, mert te magad is csapattag vagy. Én azt gondolom, hogy nálatok minden próba, mert azért volt alkalma megismerni a csapatodat, tulajdonképpen nem más, mint egy csapatépítő tréning egyben. Tehát nem csak a kórusművekről szól, hanem arról, hogy örülnek a találkozásnak, függetlenül attól, hogy ki honnét érkezett és merre tart utána, de azért, ahogy mondtad, vannak csapatok. Hogyan lehet korszakokra bontani a sikereiteket? Hiszen óhatatlanul is a siker tartja életben ezt a fajta közösséget, mert csak örömért nem énekelünk, hanem nagyon-nagyon fontos, hogy a közönség is megtapasztalja, hogy egyre jobbak vagyunk. Így van. Én azt gondolom, hogy az elismerések, a sikerek, azok nagyon-nagyon előre visznek. És az is előre visz, hogyha magunk mellett tudunk olyan más híres és minőségi kórusokat, akiket meg tudunk figyelni. Mint ahogy nekem nagyon fontos az, hogy én állandóan tanulok a nagy karmesterektől, hogy mit csinálnak, hogy csinálják a karvezetőktől, és állandó kapcsolatban is vagyok a magyarokkal, hogy én is tudjak haladni. Na most elmentünk jó néhány versenyre, ahol ugyan lehet, hogy csak középmezőnyben végeztünk eleinte, de bizony tátott szájjal néztük azokat, a svéd, a norvég, a finn kórusokat, vagy akár csak az amerikaiakat, hogy ők mit tudnak, hogy mit tudnak megvalósítani. Szerettem volna, hogy lássák a kórustagok, hogy mi folyik a világban, hogy a profi kórusok miket csinálnak, hogy mi az, amit meg lehet tanulni, és létre lehet hozni. És ezáltal, hogy a világ szemléletük a kórus muzsikában más lett, már sokkal nagyobb kedvel kezdtek abban rettetesen nehéz és állandó követelőzős munkába, amit én csinálok. Tehát állandóan nagyon-nagyon sokat kérek tőlük. És viszont tudják, hogy hova lehet eljutni. Igen, mert hogy tudják, hogy a Zsolt utcai közösségi ház az alap,
Így van. És a Krisztus király plébániával együtt, ha úgy tetszik, de ezen túl van Székesfehérvárnak színháza, van Magyarországnak színháza, vannak különböző rangos fesztiválok itthon és külföldön, teszem hozzá. Tehát az, hogy szárnyalni kezdtetek, ez tulajdonképpen ennek a tudatos építkezésnek köszönhető. Így van. Ugyanis én meg is terveztem mindig a következő 1-2-3 évet, el is mondtam nekik, és ezért ők hálásak is voltak. Nem mondom, hogy könnyű volt sokszor lenyomni a torkukon idézőjelbe egy-egy olyan művet, ami nagyon-nagyon nehéz volt, de azért azt a felemelő élményt, hogy egy nagyon nehéz kórusművet, egy kortárs kórusművet el tudunk énekelni, azért az óriási siker volt mindenkinek, és óriási siker volt ott bent a közösségi háznak a termében, ahogy mondtad is. De ebből már látszott, hogy akkor ezt nekünk meg kell mutatni máshol is. És ahogy kicsit kezdtünk kimenni a világba, Európába, úgy terjedt el a hírünk, és úgy hívtak minket egyik fesztiválról a másikra. És ez azt hiszem, hogy nagy megerősítés mindenkinek, a karnagynak feltétlenül, és a tagoknak nem különben, hiszen a kórusmuzsika egyre népszerűbb. Ahogy említetted, hogy Észak-Európában, de az egész Európában egyre nő a presztízse minden egyes ilyen kórus találkozónak, és azt hiszem, hogy méltóság és felelősség kíséri a felkészülést és a szereplést egyaránt. Melyek voltak azok a sikerek, amelyekre itt szívesen emlékeznél, ami megerősített téged, hogy jó úton jártok? Hát a legelső az az Ars Magna díj, vagy elért eredmény, hogy ilyen magasra minősítettek minket. Mi egy egész kategóriát ugrottunk át, mert én nem akartam megmérettetni a kórust, csak amikor úgy éreztem, hogy már nagyon jók vagyunk, és akkor kiderült, hogy tényleg nagyon, nagyon jól énekelünk a zsűri szerint. Ez az Ars Magna, ez nagyon sokat jelentett nekünk, de ez a kórustagokat is, ahogy engem is a díjak, őket is kötelezi, és tényleg így is érzik. Ezután a következő szerintem az volt, amikor 2015-ben beválogattak minket egy európai kórus CD-be, ahol Magyarországról egyedül mi vettünk részt ebben, illetve mi vagyunk rajta ezen a CD-n, azért ez is megerősített abban, hogy ez nagyon-nagyon szép eredmény, amit elértünk. Utána pedig jöttek a kórusversenyek, ahol van, ahol abszolút győztesek voltunk, van, ahol első helyet hoztunk el, de mindig az élmezőnyben végeztünk, és hát ugye azért az, hogy a parlamentben adtunk önálló koncertet, azért az, hogy a Szent Efrém férfi kar minket hív partnerének nagyon sokszor, évente most már többször, az, hogy Miklósa Erikával most már évek óta több koncertünk van, nagyon sok. Azért ezek mind olyan mérföldkövek, amiket én szeretek felhozni, szeretek megemlíteni. És hát ezekkel párhuzamosan jöttek a különböző díjak, amiket megkaptunk. Kell újat tanulni? Tehát ez alapvetés, hogy rendben van egy bizonyos repertoárunk, hogy bármikor álmunkból felkelve is el tudjuk énekelni, elő tudjuk adni olyan szinten, amit megszoktak tőlünk, viszont mindig azért bizserget az a gondolat, hogy egy kicsit tovább kéne lépni. Mindig vannak kell ilyen újat. Gondolataid? Igen, mindig kell újat tanulni. Már csak azért is, mert a kortárs magyar zeneszerzők nekünk nagyon sok művet írnak, nem is tudjuk megtanulni őket. Tehát évente kortárs mű bemutatónk 7-8 is van, ami nagyon soknak számít. Igen, egy beszélgetésünkkor említetted azokat a kortárs zeneszerzőket, akikkel rendszeresen kapcsolatban állsz. Így van. És a kérés nélkül is, de ha van egy ötletem, elküldöm nekik egy verset, vagy egy gondolatot, vagy például azt, hogy most a Trianon 100-ra is írtak nekünk kórusművet. Ez azért van, mert én szeretnék újat tanulni, és újat tanítani. Az új, az nem csak kortárs, hanem az más századokból levő új kórusművet is jelent. De például jelenti azt, hogy akár a jazz felé is egy picit elmenni, hiszen annak a ritmikáját megtanulni, az megint egy előrelépés egy kórus életében. Ugye nemrégiben egyszer egy beszélgetésünkkor említetted, hogy Horváth Márton Levente és Szabó Barnával is, tehát két fiatal kortárs zeneszerzővel nagyszerű a kapcsolat. Őket hogy fogadják egyébként az ismeretleneket a kórustagok?
hiszen azt tudjuk, hogy a megmérettetés az igazából a közönség előtt dől el, de sokkal inkább a próbákon. Én azon igyekszem mindig, hogy amikor kortárs művet tanulunk, akkor először elmeséljem, hogy ezt miért fogjuk megtanulni. Hogy ebben a kortárs műben mi a szép. Tehát nem rögtön a kottát osztom ki, hogy akkor most tessék szolmizálni mindenki. Sőt, van olyan, hogy eléneklek egy részletet belőle, vagy felolvasok egy szövegrészt belőle, vagy elmondom, hogy mitől különleges. Tehát én szeretném megszerettetni velük akkor is, amikor még nem ismerik, és nem tudják, és csak azt látják, hogy kaptak egy papírlapot, ami olyan mákos, hogy azt se tudják, hogy merre felé fordítsák, mert valóban így van. És akkor még a dallamok, a szolmizálás, az egyéb, az még sehol nincs. A mostani kortárs zeneszerzők ritmikájához, mert az bizony nekem is van, hogy órákon keresztül kell néznem a kottát, és tapsolnom, és ütnöm, és kitalálnom, hogy melyik szólam milyen ritmikában, hogyan énekel, mert az bizony nagyon kacifántos tud lenni. De ha kedvet csinálok hozzá, akkor szívesebben nekiállnak. Ha már ott kezdcsinálásról van szó, akkor megérkeztünk a mába. Ugye gratuláltam ehhez, és azt mondom, hogy egy olyan esztendőn vagyunk túl, az elmúlt év márciusa óta a pandémia, a koronavírus járvány okán, ami a közösségeket, a kulturális közösségeket rendkívüli módon megviselte. Ti hogy vészeltétek át? Minket is megviselt. Az, hogy nem tudtunk találkozni, de mi azért egy kicsit túlhúztuk ezt a húrt, ameddig lehetett, mindig találkoztunk, utána is kis létszámban próbáltunk messze egymástól maszkban, és volt annyi fellépésünk, hogy most örömmel gondolhatunk erre vissza. Szeretnek a kórustagok együtt lenni, tehát ha ők csak kirándulni mennek együtt, már az is jó, de a kiránduláson is önkéntelenül is elkezdenek énekelni. Én azt gondolom, hogy a pandémiából mi igyekeztünk azt kihozni, amit ki lehetett hozni, tehát nem csak a kórusmuzsikát, hanem az egyéb társadalmi megmozdulásokat. De a pandémia alatt jutottunk el például a Tiszatavi Fesztiválra, a pandémia alatt jutottunk el Novák Katalin miniszterasszony meghívására, a Nők Magyarországért díjátadóra, és tényleg olyan különleges koncerteket csináltunk, amit normál időszakban is nagyon izgalmas és érdekes lett volna. No, tehát akkor kerek az év, kerek Igen. A világ. Még egyszer gratulálok, én azt hiszem, hogy a gyermekeid és lelked jobbik fele, férjurad is örömmel és boldogsággal fogadta, és természetesen a Krisztus Király plébánia hívői, és mi mást kívánhatnék, hogy nyíljék meg végre a Zsolt utcai közösségi ház, és találkozhassunk veletek. Köszönjük szépen. Én köszönöm, hogy megtiszteltél, és még egyszer gratulálok. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetést láthatták, vendégem Zemlényi Katica volt, aki az ebben esztendőben kiérdemelte a magyar kultúra lovagi elismerést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!